elmúlt években is könyvhéten próbáltuk mindig megjelentetni Csészabó László válogatásainkat, ez idén sincsen másképpen. A Hősök és Antihősök címmel csokorba szedett színház írásai nyilvánvalóan fókuszpontjában Shakespeare-rel egy nagyon izgalmas válogatást adnak. A reneszánsz, az angol reneszánsz mindig is a legkedveltebb témája volt, mindamellett, hogy Itáliában is élt, és hát jártas volt a helyi viszonyokban, építészetben, festészetben, művészetben, színháztörténetben. Tehát megint csak Shakespeare-ről egy egészen új és gazdag háttéranyagot is kapunk. Az egész kötet egyébként az antik görög drámától a saját korához értett kortárs színházi kultúráig kalauzol bennünket, de egyértelműen túlnyomó többségében Shakespeare-ről beszél. Az unalomig ismert és játszott Shakespeare darabok egészen új megvilágításba kerülnek. Egyrésztről, amiket ő személyesen láthatott, modern felfogásban rendezett művek, amik aktualizálták, tovább értelmezték a Shakespeare életművet, ezek a kor Magyarországában csak korlátozottan voltak hozzáférhetőek, és mai napig számtalan újdonságot tartalmaznak. Tehát aki esetleg megriadna attól, hogy egy újabb Shakespeare mű értelmezések sorozata, az is arra számíthat, hogy számtalan gazdag háttérinformációt fog kapni majd. Csészabó László ugyanis egy kitüntetett szerepben van a magyar irodalom és a magyar kultúra szempontjából, hiszen egyszerre képviseli a magyar és egyszer az európai kultúrát, hiszen hihetetlen mélységében ismerte mind a kettőt. És ennek az életmű sorozatnak a megkezdésével tulajdonképpen ennek az összegzését, újrafelfedezését, bemutatását szerettük volna elérni, hiszen elképesztően gazdag és szerteágazó. Mind a feldolgozott területek tekintetében, mind az, hogy hát tulajdonképpen ő végigélte az egész 20. századot. 1905-ben született, 1984-ben halt meg, és hát Erdélyből Budapest érintésével jut el Nyugat-Európába, ezért a látó mezeje az gyakorlatilag évtizedről évtizedre bővül, és mégis, ahogy az első kiadott kötetünk címe is a Hazajáró lélek mutatja, soha sem szakadt el a gyökereitől, folyamatosan vizsgálta, követte a hazai kulturális változásokat, művészi iránykereséseket. Tehát ennek az életműnek az újra felfedezése, dokumentálása, és hát részben egy kicsikét a válogatásra egy újfajta kontextualizálása is a célunk volt, hiszen az eddig megjelent köteteink, ezek közül a 2018-as a Hazajáró lélek, ami az irodalmi esszéit, az irodalmi újságban, újlátó határban megjelent esszéjét gyűjtötte csokorba, a 2019-es az Útra hívó, ami a képzőművészeti esszéit, és a 2020-ban idén megjelenő Hősök és Antihősök című, ami pedig a színház írásaiból válogat, hiszen ez még mindig csak egy merítés az ő hihetetlenül gazdag életművéből, és csak felvillantja egyelőre azt a pazarló gazdagságot, amivel ő a kultúráról, a művészetről írni képes volt. Egyértelműen a köteteknek egy olyan szerepe is van, hogy megrajzolnak egy olyan Csészabó László képet, ami hűen tükrözi az ő mély és a mai értelemben véve már elképzelhetetlennek tekinthető hazaszeretetét, és azt a végtelen horizontú európai látómezőt is, amit egyszerre tudott megvalósítani. Tekintélye az vitathatatlan volt. A nyugat legklasszikusabb eszíró nemzedékéhez tartozott, és talán a műfaj legnagyobbjának is tekinthetjük minden túlzás nélkül. És ezzel a hanggal, ami az ő hihetetlen műveltségével és tekintélyével összefüggésben a tanár úr nevet is vindikálta neki, tulajdonképpen kortársai, hát talán fölé is emelte némileg bizonyos kérdésekben az ő véleménye mérvadó iránytűszerű volt. Ezek a kötetek a válogatáson keresztül megpróbálják implicit módon ezt a portrét is megrajzolni. Csészabó László életmű gondozásában egy fontos lépésnek tartjuk azt, hogy 2018-ban elkezdtük ezt a sorozatot, és ezt mindenféleképpen szeretnénk folytatni is, és éves rendszerességgel megjelentetni újabb és újabb köteteket. Egy teljes életmű kiadásban gondolkodunk, hogy folyamatosan hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek a legújabb kritikai kiadások Csészabó László életművéből.